hogy a paprikát megvannak, akkor az beleszesszük ezt a zöldséges követeléknek. Zöldséggel töltött palacsintát sütnek a tankonyhán a vendéglátósok. A 13. évfolyamon tanulók ebben a konyhában sajátíthatják el a szakma fortéjait. A szakképzésben minden szakmacsoportnál magas a gyakorlati órák száma, ugyanis a munkaerőpiacon számít a szakmaismeret és a rutin. A vendéglátásban pedig keresik a szakembereket, szakácsokat, pincéreket, sőt, ebben a szektorban sok a magánkezdeményezés, a fiatal vállalkozás, ezért is tanulnak többen vendéglátósnak. Vannak olyan kiaknázatlan területek, amiket szerintem érdemes akár megpályázni, vagy utána érdeklődni. Rengeteg olyan étterem van, akik egyre jobban foglalkoznak ilyen modern dolgokkal, új kreációkkal, úgyhogy szerintem itt érdemes ebbe a szakmába tovább haladni, fejlődni. Vendéglősnek, turisztikai szervezőnek, értékesítőnek, pedagógiai és családsegítőnek, grafikusnak és informatikusnak is lehet tanulni ebben a nyíregyházi iskolában. A Leonardo Media Akadémia idén 10 éves. Az intézményben figyelnek az oktatás tartalmi minőségére, a jó infrastruktúrára. Intézményünk a jogszabályi változásoknak megfelelően 2016. szeptember 1-től az érettségére épülő képzéseinket szakgimnáziumban, szakközépiskolában és gimnáziumban látja el. A képzéseink gyakorlatorientáltak, tanműhelyben folynak, illetve olyan termekben, ahol megfelelő gépek, berendezések állnak rendelkezésre. Ebben a tanévben új szakkal is bővült az iskola képzési palettája, a művészeti és médiafotográfus szakma egyesíti azokat a képzéseket, amiben az iskola mindig is erős volt. Ez pedig a multimédia, grafika, informatika. Itthon 22 ezer informatikus hiányzik, a szakterületen szerzett tudást jól megfizetik. Rendszergazdaságra mindig szükség van, és az informatika is fejlődik, egyre több helyen lehető meg az informatika ezáltal. A fiatalok körében egyre többen szeretnének szakmát tanulni, például nem csak azok jelentkeznek OK és emelt szintű nappali képzésekre, akik nem jutottak be a felsőoktatásba, hanem azok is, akik minél hamarabb el szeretnének helyezkedni.